Megtelt a kapuszszekcsői közösségi ház hétvégén. Bor és pálinka versenyt tartottak a településen. A győztesek között volt Nagy Péter is, aki pálinkáival szerzett több arany és ezüst minősítést. Én igazából tavaly előtt kezdtem. Akkor vettünk egy házat, és ott voltak gyümölcsfák, és akkor szedtem össze a törköt, meg a körtét, stb. Gyümölcsöt, és elvittem kifőzetni, és akkor két aranyért, mert kétféle pálinkám volt, akkor két aranyat sikerült, és ezen felbuzdulva akkor minden évben egyre többet, és akkor hát így igazából ez a harmadik év, hogy itt vagyok, és hát most is három arany, a többi az kicsit kisebb. Jó dolog, hogy az ember tudja, hogy mit iszik, meg hogy ezt oda merem tenni a barátaim elé, hogy ez tényleg jó. Hát igazából örökhözkötés. Én nem érzem magam jól máshol, más országban. Ezeket most csak főzettem, tehát saját berendezésem nincs. Tervezem az években, hogyha így alakul, akkor és ennyi gyümölcs lesz, hogy akkor valószínű, hogy jövőre beruházok egy főzőre, és akkor megpróbálom saját erőből az egész folyamatot. Tavaly országos versenyen voltam ott, az egyik az bronzot kapott. Annak nagyon örültem igazából, hogy egy tényleg 400 mintából a bronz második évben, tehát második termésnek az nagyon jó volt. De a nagy terjeszkedés az azért egy kicsit merészet lett. A polgármester asszony szerint örömteli, hogy a fiatalabb korosztály is képviselteti magát a gazdák között és próbálkozik. Ez a verseny nekünk, Kaposszekcsőnek, az itt lakóknak azt jelenti, hogy mi ilyenkor megint egy kicsit össze tudunk jönni, megint egy baráti társaság találkozik, ahol véleményt cserélnek, tapasztalatokat cserélnek, meghallgatják a borbíráknak, a pálinkabíráknak a véleményét, és ugye ez a 19 gazda, aki idén itt megjelen, azért nagyon sok tapasztalattal bír már, de azért mindig vannak új dolgok, amiket a másiktól meg tudnak hallgatni, meg tudnak fogadni, és a következő évben eredményesek. A fiataljaink azért most itt évről évre figyelem már, évről évre már nem csak okleveleket kapnak, hanem most már díjazásokat is érnek el, és ebből ez egy nagyon jó érzés, és pozitív érzés, hiszen legközelebbre, tehát motiváltabb, és újra fog jönni, és hozza a barátait. És ez a fontos, hogy egy ilyen rendezvény nem csak az, hogy értékelünk, hanem barátságok szőlnek, és egy kovácsoló, egy közösség kovácsoló esemény. Azzal, ha mi ilyen rendezvényeket hozunk, és biztosítjuk nem csak ezt, hanem maga az infrastruktúrát, az iskolát, az óvodát és egyéb dolgot a faluba, akkor az azt jelenti, hogy a falu vonzó, és akkor a faluba fognak maradni, és nem vonulnak, nem mennek a városba, hanem maradnak itt a településen, és itt képzelik el a jövőjüket. Ők itt fognak igazán otthon érezni magukat. Az oklevelek és díjak kiosztása után a vacsorával ünnepeltek. Majd kötetlen beszélgetés követte a 13. kaposszekcsői bor és pálinka versenyt.